Opera, operett, szimfonikus, kamarazene és jazz, valamint színház, táncszínház, kirándulások és borkóstolók. Idén 27. alkalommal nyitja majd meg kapuit a Zempléni Fesztivál. Augusztus 19-éig várja majd azokat az érdeklődőket, akik a minőségi kultúra jegyében szeretnék idejüket eltölteni. A fesztivált megelőző, már hagyományos sajtótájékoztatón elhangzott, továbbra is a régió egyetlen kulturális nagy fesztiváljaként tartják számon országszerte ezt a programsorozatot. Augusztusi 10 napra újra sikerült egy színes, érdekes, izgalmas programsorozatot összeállítanunk. 60 program lesz a megszokott tematika szerint, tehát nyitókoncert, zárókoncert Sárospatakon, a Várudvarán, közben kirándulások, a Tokaj Fesztivál Katlanban nagy produkciók, Budapest Jazz Orchestra Szörényi Leventével, vagy a Marica grófnő nagy operett, óriási apparátus, előadó apparátussal, operaénekesekkel, a kirándulások közben jó kis borozások, ilyen remek, csodálatos új helyszínek felfedezésének a lehetősége. A programsorozat jellegzetessége idén az lesz, hogy a műfajok között adott alkalommal eltűnnek a határok. Nagyon nehéz megmondani, hogy most a nyitókoncert mi is lesz. Nagyon nehéz megmondani, hogy a Budapest Jazz Orchestrának mondjuk a egyik koncerte Szörényi Leventével mi is lesz, hogy a másikat, a Budafoki Doknányi Zenekar mi is valójában, hogy az opera, az a produkció, amelyet ugye a Marica grófnővel színpadra állítunk, amely helyreállítja az eredeti Marica grófnőt, hogy ez mihez áll közelebb, a mai operett tudatunkhoz, vagy a 19.-20. század fordulójának a inkább azt mondtam, a bécsi operettjéhez, ami azért mai szemmel már inkább komoly zene, mint könnyű zene. Tehát ezek a dolgok nagyon, nagyon másképp, más jelentenek ma már, és szerintem akkor járunk jó úton, hogyha a különböző műfajok képviselői szívesen dolgoznak együtt. Sárospatak újra városán nyilvánításának 50 éves évfordulója is megjelenik majd az események között. Több mint 60 program közül több mint 20 az, ami Sárospatakon fog megvalósulni. Talán a két legnagyobbat, ha mondhatom, akkor a nyitókoncert és a zárókoncert. Mindkettőnek a helyszíne az a Rákóczi vár, amely azt hiszem, hogy a legméltóbb helyszíne Zemplénben, Tokajhegy alján a programoknak. És hát hanem gyakorlatilag minden este, minden nap található valamilyen program ebben a programfüzetben. Sátoralja új hely a megszokott helyszínekkel és programokkal kapcsolódik a regionális fesztiválba. Visszatérő helyszínek a Magyar Nyelvmúzeum, a Kazinczy Ferenc Múzeum, illetve hát maga a városháza, a díszterem, az udvara, illetve a rendezvénytér, ezek visszatérő helyszínek a programoknak. Új helyszínként szerepel a római katolikus plébánia templom, ahol egy európai barokk körutazásra invitálják majd a szervezők a vendégeket. A 27. Zempléni Fesztivál részletes programfüzetét megtalálják a már jól megszokott közművelődési intézményekben, turinformirodákban és az interneten.